Szent Istvánnal kezdődik a történelmünk, ő az első királyunk, az ő személyiségének, közösség formáló erejének köszönhető, hogy a magyar nemzet országgá, néppé tudott formálódni. Embersége példát mutat mindannyiunk számára. Államalapító királyunk rendíthetetlen, szilárd ember volt. Ezekkel a gondolatokkal kezdte szentbeszédét Spányi Antal megyéspüspök az ünnepi szentmisén. Példája a férfi jellemnek. Egyenes és korrekt. Megbizonyosodott az igazságról, és attól nem tántorodik el. Nem csábul el semmiféle kísértésre, emberi okosságnak látszó tünemény múló ígéreteire. A feladat félelmetes nagyságának súlyát látva nem tántorul meg, áll rendületlenül a helyén, ahová Isten rendelte. A megyéspüspök hozzátette, Imre a fiatal herceg István példájára kezdett el imádkozni. Fontosnak tartotta, hogy jövőjét, sorsát Istenre bízza, az emberi okoskodás követése helyett. Szent István példája a felelősséget vállaló embernek. Nem kis teher volt a vállán, hisz sokszor valóban az élet és halál mesdjéjére került népe, országa, sokszor volt nehéz helyzetben a belső villongások miatt, sokszor kellett saját a múltat folytatni, és a jövőt kockáztatni akaró családja tagjaival is szembeszállnia. Tudta, mi a kötelessége. Spányi Antal hozzátette, Szent István, mint király, vezér, vezető, igazi előjáró volt, aki példát is mutatott. Soha nem keresett mentséget, könnyebb utat. Bátran szembenézett bárkivel, bármilyen helyzetben. Döntései az országát szolgálták. Megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére. A kenyér az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Az ünnepi szentmise végén Spányi Antal Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.